Köszöntöm a Trió TV nézőit! Mai műsorunk tartalmából. Önkormányzati ülés kedden és közmeghallgatás csütörtökön Bükön. Zárt utasváró a Büki vasútállomáson. Felsős farsang a Büki iskolában. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Idei első munkaterv szerinti ülését tartotta a hétfőn Bükk város képviselőtestülete. Az ülés első részében a város polgármestere ismertette az idei elképzeléseket, költségvetési számokat. Nem volt túl sok napi rendi pont, de azért volt közöttük fajsúlyos. Az egyik a 2017. évi költségvetés első olvasata. Utóbbi években gyakorlattá vált, hogy Bükk város önkormányzata képviselőtestülete úgy alkotja meg a költségvetést, hogy először külön testületi ülésen tárgyalja a beruházásokat. Aztán a következő alkalommal ez volt most, amikor már az intézményvezetőknek a felújítási beruházási igényeit is figyelembe vettük, és ez alapján a képviselőtestület eldöntötte, hogy melyeket kívánja megvalósítani, melyeket nem, tehát melyekre biztosít fedezetet, melyekre nem. És ezek alapján összeállítottuk azt a listát, amelyeket a képviselőtestület úgy gondolt, hogy támogatni tud, és így fog elkészülni majd a költségvetésnek a végső verziója, amelyet február közepéig kell a képviselőtestületnek tárgyalnia és elfogadnia. A bázis számokhoz képest, tehát a 2016-oshoz képest hogyan, miképp alakul ez a bizonyos összeg? Hát több mint 2,5 milliárd forint a költségvetés induló főszege, és azt lehet látni, hogy az elvonások, az adóerőképesség miatti elvonások azok jelentősek, több mint 300 millió forintra rúgnak, ami tetemes összeg. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az évet biztonsággal meg tudjuk szervezni, ki tudjuk gazdálkodni, a tervezett működési tételeket tudjuk finanszírozni, illetve a beruházásokat, felújításokat meg tudjuk valósítani. A pályázati pénzekhez az őrészt tudják biztosítani? A pályázati pénzekhez az őrész biztosítása az úgy gondolom megoldott, bár a rengeteg beadott pályázatnak a döntése az mindig húzódik, hiszen gondoljuk itt a terület településfejlesztési operatív program pályázataira, amelyet már lassan egy éve adtunk be, azoknak az elbírálása nem csak Bükk esetében, a más területek, települések, illetve megyék esetében is mindig húzódik. Tehát azt pontosan nem tudjuk, hogy mikor hirdetik ki ezeket a pályázatokat, melyek lesznek sikeresek, de igyekeztünk körültekintően tervezni, tehát hogy rendelkezésre álljanak, illetve átcsoportosíthatók legyenek szükség esetén azok a források, amelyeket ezek a pályázatok igényelnek. A költségvetés tervezésén kívül milyen napirendi pontok voltak még? A Gyesev ZRT-vel meghosszabbítottuk a kedvezményes transfert, tehát hogy a Gyesev jegypénztáraiban kombinált jegyet lehet vásárolni a Gyesev Bükkre tartó vonat járataira, aztán a helyi járatra, illetve a Büki gyógyfürdőbe a belépő vásárlásra. Aztán döntöttünk az óda zárva tartásáról is. A testület többsége úgy gondolta, hogy eleget tesz az óvodának, az óda kezdeményezésének, hogy augusztus 21 és 31 között az intézmény zárva tartson. Mondván, hogy jobb helyen van a gyerekeknek legalább ilyen rövid időre a családi környezetben, ezt majd meglátjuk, hogy milyen a hatása lesz, illetve milyen igény mutatkozott volna arra, hogy nyitva legyen az intézmény. Bár kétségtelen, hogy a szabadságokat ilyenkor lehet elsősorban kiadni. Aztán döntöttünk az intézményi dolgozóknak az étkezési díjáról, ez 352 forint lesz, illetve a vendégétkezőknél pedig 770 forintra emeltük a térítési díjat, tekintettel arra, hogy ugye nyereséget mi nem építhetünk be, de tulajdonképpen az áremelkedések, a valós költségek kényszerítették erre az önkormányzatot, hogy a térítési díjat 770 forintba állapítsa meg. Szó volt még az orvosi ügyeletről is. Milyen döntés született? A társulási tanácson, a Répcenti Önkormányzat társulási tanácsán, amelyek egyébként működteti az orvosi ügyeletet, ott szó esett erről a kérdésről, és ott az orvosok kérésének helyet adva, meg lehetőséget biztosítottunk számukra, hogy
elmondják az érvelésüket, hogy egy magasabb, magasabb óradíjat állapítsunk meg részükre, akik részt vesznek az orvosi ügyeletben. Ezt a Büki testületen is akceptáltuk, elfogadtuk ezt az érvelést, hiszen 2008 óta a Büki Központi Orvosi Ügyeletben résztvevő orvosok óradíja nem változott. A Büki testület egy 200 forintos emelést hagyott jóvá, ezzel hatalmazott fel, hogy képviseljem a társulási tanács ülésén. A költségvetési koncepciót hogyan, milyen módon ismerhetik meg a büki lakosok? A költségvetési koncepciót nyilvánvalóan a jegyzőkönyvekből megismerhetik. Ezen felül ott a költségvetési koncepcióra időzíti mindig az önkormányzat a közmeghallgatását. Ott ismertetem a költségvetési koncepciót, és így a szélesebb körben is megismerhetik annak tartalmát, és természetesen az ülések nyilvánosak, amelyeken tárgyaljuk ezt a koncepciót, tehát február közepéig még összehívásra kerül egy olyan képviselőtestületi ülés, ahol ennek a végleges változatát elfogadja a képviselőtestület. Csütörtökön a Büki Művelődési Ház színháztermében tartotta rendkívüli önkormányzati üléssel egybekötött idei közmeghallgatását Bükkváros önkormányzata. Az első részben szó volt a következő évek fejlesztési terveiről. Dr. Németh Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd jelezte, hogy egy rendkívüli testületi ülést tartanak. Ennek megfelelően megállapította a testület határozat képességét, hiszen valamennyi képviselő jelen volt. Négy napi rendi pont szerepelt az ülésen. Először a polgármester tájékoztatás a város környezeti állapotáról témakörben elemezte a várost érintő levegőminőséget, zajterhelést, a település hulladékgazdálkodását, a vízellátást, a szennyvízelvezetést és a közlekedési viszonyokat. Összességében megállapítható, hogy az átmenő forgalom zaj és levegő terhelését kivéve a város környezeti állapota rendben van. Dr. Németh Sándor elmondta, hogy a következő napirendi pontban jelezni fogja, hogy hol várható fejlesztés a környezet javítása, megóvása érdekében. A második napirendben a 2017-es költségvetés fő irányairól beszélt a polgármester. A város gazdálkodását, fejlődését alapvetően a pénzügyi lehetőségek befolyásolják. 2016-ban az idegenforgalmi adóból befolyt összeg 269 millió forint, ami a vendégészakák növekedését jelzi. Sajnos 2017-ben csökken az idegenforgalmi adó állami kiegészítése, mert eddig 1 forint 55 fillért adott az állam minden beszedett 1 forint után, most ennek a mértéke 1 forintra csökken le. Ez Bükknek 130 millió forint kiesés lesz. Sajnos az állami elvonások növekvő tendenciát mutatnak. 2010-ben az elvonás 32 millió volt, most ez 203 millió forint lesz, és ehhez hozzájön még az idegenforgalmi adó elvonás 130 milliója. A beruházások, felújítások több mint 500 millió forintot jelentettek az elmúlt évben, ezzel a város vagyona jelentősen gyarapodott. Az egyik beruházás a Bükk 9-es kútfúrása volt, amelyet az önkormányzat és a magyar állam, a két tulajdonos finanszírozott, több mint 100 millió forint értékben. Felújították a főzőkonyhát, kicserélték az óvoda fűtési rendszerét, felújították az iparutcát, ugyanitt összközműves telkeket alakítottak ki. Tárolót építettek az idősek otthona udvarára, a temetőben kőtárat hoztak létre, támogatták a Szent Kelemen templom környékének felújítását. A legnagyobb tavalyi beruházás átnyúlik a 2017-es évre, hiszen rövid időn belül átadásra kerülhet a Torkos utca 3 szám alatti új önkormányzati intézmény. Itt kap helyet a kormányablak, az épület hátsó részében és a padlástérben pedig garást és raktárakat alakítottak ki. Közel 600 négyzetméter hasznos területe van így az épületnek. 2017-ben működési bevételként 1,4 milliárdot tervez az önkormányzat. Működési kiadásokra gyenge 1,4 milliárdot. Bevételi oldalon az idegenforgalmi adóból 300 millió forintot terveztek, iparűzési adóból 620 millió a tervezet, gépjárműadó 11 millió, építményadó 55 millió, azaz összesen 987 millió forint a tervezett adóbevétel.
A beruházásoknál, a fürdőközpont kialakításánál a gyógyhelypályázatra várnak, amelynek a támogatási forrása 1 milliárd lehet. A teljes költség meghaladja a 1,5 milliárdot. A második nagy tétel a sporttelep felújítása. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogató határozata már kész, a társasági adó befizetésekből lehetne egy új épületet felhúzni. A tervezői költségvetés szerint 357 millió forintba kerül. Az iparterület kialakítása a város stratégiai érdeke. A Nestlé mögötti területen az önkormányzat már vásárolt területeket, amelyek a későbbi iparterület alapját képezhetik. A város bevételeiben meghatározó az iparűzési adó, így a jövőre gondolva kész tervekkel kell rendelkezni egy esetleges fejlesztésre. A bükkfürdői csapadékvízelvezetés megoldása szükségszerű. Össze kell hangolni a városrészközpont kialakításával. Most az önkormányzat egy új közbeszerzési eljárást írt ki, amely ütemezetten tervezi a kivitelezést. A teljes beruházás összege meghaladja a 300-350 millió forintot. Most az első ütemben az állam által biztosított 112 millió forintot használnák fel, melyet az adósság konszolidációban részt nem vevő önkormányzatok kapnak. A második ütemben kapott 112 millió forintot pedig járda és kerékpárút felújításra fordítja az önkormányzat. A Hétforrástól a Fehérló étteremig szeretnék megújítani a járdát és a kerékpárutat. A Széchenyi Park felújításához 100 millió forint pályázati pénzt vár az önkormányzat. A Kossuth utcában tavaly a fenyőfákat kivágták, az idei évben a szakemberekkel konzultálva az itt lakók választották ki a rossz talajt is eltűrő fafajtákat. A Családsegítő Szolgálat beköltözött a hivatal épületébe, a régi épülete lebontásra kerül. A vasút melletti járda felújítása tavasszal megvalósul, elkészült a terv a bükkfürdői fűtött buszváró építésére. 2017. szeptemberétől önálló bölcsődei csoport indul az óvodában, ahol 20 hetes kortól fogadhatják a gyerekeket. A város tervezett bevételei és kiadásai összhangban vannak. Az önkormányzat rendelkezik annyi megtakarítással, ami biztosítani tudja a kormányzati és uniós pályázatok önrészét. Köszönjük szépen! A polgármesteri bevezető és a fejlesztési tervek bemutatása után az érdeklődők kérdései, felvetései következtek. A kérdések sorát Savanyú István kezdte, aki elmondta, hogy 2005 óta probléma, hogy a telke hátsó részét nem tudják gépjármű forgalomra használni. A sportpályára érkező autósok elfoglalják nem csak a parkolásra kijelölt területet, hanem a kerítés mellett gyakran egész a kocálházig állnak az autók, akadályozva a helybeliek ki- és bejárását. Bár az önkormányzat tiltótáblát helyeztetett el, behajtási engedélyeket adott ki, de ezek úgy tűnik ellenőrzés nélkül nem használnak. Dr. Németh Sándor polgármester a válaszában elmondta, hogy 54 engedélyt adtak ki, tehát jogosan ennyien vehetnék igénybe a területet. Ebben szerepel az összes ott lakó és dolgozó engedélye. Lőrinc Attila, a helyi rendőrös vezetője szerint, aki engedély nélkül behajt a területre, az a KRESZ szabályait szegi meg. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben gyakrabban ellenőrzik a szabályok betartását. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben gyakran tapasztalják az iskola környékén, hogy a gyermekek szállításánál sokan nem tartják be a szabályokat, ezzel saját gyermekeiket veszélyeztetik. Nem használják a gyermekülést, az első ülésen szállítják a gyereket. Most még csak a figyelmet hívják fel a veszélyre, de ellenőrizni is fogják ennek betartását. Óvári Árpádné a Jókai utcára hívta fel a testület figyelmét. A Jókai utca a városközpont részeként az evangélikus templom látogatása miatt nagyon forgalmas. A keskeny úttest szélein töredezett, tönkrement, az aszfalt baleset veszélyes. A polgármester a válaszában elmondta, hogy valóban megérdemelne az utca egy rekonstrukciót, a fák eltűntek, a Parkom Kft.-hez itt mennek a kukásautók, valóban nagy a forgalom. Túl magas már az úttest, meg kell terveztetni, de pénzügyi forrás pillanatnyilag nem látszik a javításra.
Cser Csaba a szemétszállítással kapcsolatban jelezte, hogy a lakótelepiek gondja, főleg ősszel, hogy a betakarítást követően a zöld növények szárát beleteszik egy-egy műanyag zsákba, de a kukások ezt nem viszik el. Ha kukába teszik, akkor meg az ürítésnél jelent gondot. Kérése, hogy egy-egy zsákot vigyenek el, hiszen máskor meg nincsenek tele a kukák. Hetényi Holpárt Mónika, a Parkom Nonprofit Kft. Ügyvezetője válaszában elmondta, hogy egy-egy lakónak a kérését meg tudják oldani, de az egész településen nem tudják ezt a plusz munkát vállalni. Sajnos a kérést nem tudják teljesíteni. Csóka József sok felvetést, kérdést hozott. Többek között az öreg répce zsilipjeinek a karbantartásáról érdeklődött, jelezte, hogy felsőbbükön a kresztáblák egy része a naptól már kifakult, nehezen látható. Megkérdezte, hogy miért kell 5 ember a hivatal előtti zászló cseréjéhez. A Büki Újság 2000-ben írta azt, hogy új rendőrös épül a régi helyett, de még a mai napig nem épült meg az új épület. Csóka József kifogásolta, hogy 410 forintról az idegenforgalmi adót felemelték 510 forintra. Kérdezte, minek ezzel is a lakosságot nyúzni. Némi vita alakult ki a jelenlévők egy része és Csóka József között. Többen is elmondták, hogy az adó nem 510, hanem 500 forint, és nem a lakosság, hanem a vendég fizeti. A hozzászólását Csóka József azzal folytatta, hogy azt hallotta a műfüves pályák granulátumak rákkeltő. Reméli, hogy Bükön nem. Kifogásolta, hogy a vasút melletti járdát felújítják, mert véleménye szerint az jó minőségű. A Trio TV-vel kapcsolatban kérdezte, hogy mikor lesz analóg adásból digitális csatorna. Kifogásolta az autók közterületen parkolását. Csóka József több mint 20 perces hozzászólását követően dr. Tóth Ágnes jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a szervezeti és működési szabályzat alapján 5 percben lehet közérdekű adatokra reagálva hozzászólni. A konkrét kérdésekre válaszolva a jegyzőasszony elmondta, hogy a zsilipek ellenőrzése, karbantartása megtörtént, a kresztáblák cseréjére vonatkozó javaslatot figyelembe veszik. Az adóellenőrök munkájában a jelenlegi ellenőrzési rendszer látszik hatékonynak. Kitért a jegyzőasszony a védett épületek körére, ahol a szakemberekkel és a lakosokkal egyeztetve alakította ki az önkormányzat az álláspontját. Dr. Németh Sándor polgármester Csóka József zászlófelvonással kapcsolatos feltevésére reagált. A közmunkások reggel a zászlónál gyülekeztek, ez a magyarázata a létszámnak. Majd a polgármester a rendőrös építésével kapcsolatban megegyezte, leegyeztették a megyei rendőrfőkapitánysággal, hogy a tűzoltószerház helyére egy földszintes, új épületet építenek. Majd az új kérés már emeletes építésről szólt. Ehhez azonban kicsi az a telek. Vállalja a város, hogy telket vesz, a felét fizetik. De kell a másik fél támogatása is. A kevesebb állami támogatás miatt volt kénytelen a testület az idegenforgalmi adót emelni, de így tett a többi város is. A műfüves pálya granulátumára előzetesen garanciát kért, és kapott az önkormányzat. A vasúti járdánál készítettek szakvéleményt, kiderült a szerkezet nem jó. Tehát alapot is kell építeni. A Fekete út nagy része csepregi tulajdonban van, nagyon költséges a felújítása, de közösen keresi a két város a megoldást. Varga Zsolt, a Trio TV főszerkesztője, a felvetésre elmondta, hogy a televízió csatorna áthelyezése az analóg csatornáról a digitális csatornára folyamatban van. Technikai jellegű problémákat okozhat az átállás. Dr. Németh Sándor polgármester befejezésül megköszönte a résztvevők aktivitását, javaslatait. A közmeghallgatásról készült teljes felvételt február 4-én, 5-én, 6-án, 14 órakor láthatják a Trio TV műsorán. Az elmúlt héten több büki és bükkérnyéki lakos keresett bennünket, hogy a büki vasútállomáson a reggeli és az esti órákban zárva az utasváró. Így a csatlakozásra váró utazók kénytelenek a nagy hidegben az állomás előtt várakozni. Ezért felvettük a kapcsolatot az állomást üzemeltető Gyesev igazgatósággal. A Gyesevért is tudatában van annak, hogy bükállomás
részint a vasút szempontjából is egy úgynevezett stratégiai fontosságú állomás, illetve hát tulajdonképpen egy kisebb intermodális csomópontnak is nevezhetjük, hiszen autóbuszos és vasúti közlekedési lehetőség is van a Büki vasútállomásnál. És valóban a, nem csak önökhöz, hanem a Gyesa ZRT-hez is érkeztek különböző utaspanaszok abból a szempontból, hogy tulajdonképpen a vasútállomásnak, az utas csarnoknak a nyitvatartása a pénztári idő nyitvatartásához volt igazítva. Na most a január hónapban jellemző azért extrém hideg időjárás miatt többször előfordult, hogy miután már bezárt a váraterem, vagy esetleg még méret nem nyitott ki a reggeli órákban, ezért az utasok nem tudtak bemenni, melegedni a várócsarnokba. Éppen ezért a vasúttársaság mindenképpen egy megoldást keresett erre a problémára. De most kétféle megoldás van, az egyik egy átmeneti megoldás, a másik pedig egy végleges megoldás, amit Bükön be tudunk vezetni. Az átmeneti megoldás az már működik e hét elejétől, ez pedig azt jelenti, hogy amikor a pénztáros elhagyja a Bükk állomást, nem bezárja a pénztárt, akkor nem zárja be a várótermet. Tehát e hét elejétől már ez így van, hogy nem zárják be a munkatársak a várótermet, akkor, amikor eladják, bezárják a pénztárt. Ugye két bejárat van, a város felüli oldalt bezárják, viszont a sínek felüli, tehát a vasútállomás felüli oldalt nem zárják be, tehát bárkinek lehetősége van arra, hogy ha esetleg a legelső vonattal is indul, vagy a legutolsó vonattal érkezik, és esetleg még be akar menni, megnézni, hogy másnap milyen utazási lehetőségei vannak, akkor a továbbiakban is van lehetősége arra, hogy bemenjen a váróterembe. Igen, ma meglepetten tapasztaltuk, hogy ugye az van kiírva, hogy 0-tól 24-ig van nyitva a váróterem. Igen, ez egy, még egyszer mondom, ez egy hét elején bevezetett intézkedés, vagy az ERT részéről. Ez egy átmeneti intézkedés, de mindenképpen azt szolgálja, hogy az utasok kényelmesen várakozhassanak a vonatra, az induló vonatra, illetve leszállás után akkor is, hogyha az utolsó vonatra jönnek, akkor még esetleg be tudnak menni, akár melegedni, akár információt szerezni. Tehát ez most egy átmeneti megoldás, ami a következő hetekben, esetleg hónapokban lesz jellemző, tehát most folyamatosan nyitva van az állomás felüli ajtaja a Büki váróteremnek. A végleges megoldást az jelentheti, hogy jelenleg próbaüzemben működik, nem Bükön, hanem Répcelak állomáson az úgynevezett intelligens váróterem. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen távolról felügyelik majd a későbbiekben, illetve Répcelakon jelenleg is így működik a rendszer, hogy távolról felügyelik a várótermet teljes egészében, tehát bár nincs ott személyzet, de mégis tudják működtetni az ajtónak a nyitását, illetve a zárását, tehát távolról vezérelt rendszerről beszélünk, és ezekben a hetekben Répcelakon van próbaüzemben, a későbbiekben pedig, hogyha ez beválik, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy beválik, akkor Bükk állomáson is ezt a rendszert tervezi bevezetni az egyesebb ZRT. Tehát ez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy akkor nyit ki a váróterem a reggeli órákban, akkor a reggeli órákban, mielőtt még az első vonat beérkezik az állomásra, mert ha valaki esetleg korábban ment ki, és az első vonattól is megy, akkor is már legyen lehetősége ott várakozni, illetve akkor fog bezárni, amikor az utolsó vonat, utolsó aznapi menetrend szerinti vonat elhagyta az állomást, onnantól kezdve még körülbelül egy 20 percig lesz nyitva, és aztán az éjszakai órákra be fog zárni. Tehát körülbelül 20 perccel az első vonat érkezése előtt, és 20 perccel az utolsó vonat elindulása utánig lesz majd a nyitvatartási idő. Tehát ha nem is ez a 0-tól 24-es, de mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy tényleg melegben és kulturált körülmények között tudjon várakozni Bükk állomáson is. Úgyhogy ezt a megoldást találta a problémára a Gyesen ZRT. Egyébként a próbaüzem, tehát mint említettem, ez Répcelakon van, ennek a kiértékelése a következő hetekben történik majd, és a következő hónapok feladata lesz az, hogy mind Répcelakon, mind pedig Bükön bevezessük az intelligens váróterem rendszert. Tervezzük azt is, hogy részint a biztonsági előírásnak megfelelően, részint pedig az ilyen problémás esetek
ezek megoldására, tehát mindenképpen biztonsági kamerával fogjuk felszerelni ezeket az intelligens várótermeket. A Büki iskolában ebben az évben is a felsősök kezdték a farsangi mulatozást. 5., a 6. és a 7. évfolyam műsorokkal készült, melynek idei témája a mese volt. A program a 8. táncával folytatódott. Üdvözlünk mindenkit a 8. évfolyam által rendezett mesebeli karneválon. Rengeteg mesebeli figura kapott felkérést, és fogadta el a meghívásunkat. Ma a rajzfilmek mesék kalandjai elvenednek meg a felsős diákok hozzáértő tolmácsolásában. Kezdődjön hát a mulatság. Új évfolyamat köszönhetünk felékben az 5. Elhozták nekünk a 3 kívánság című előadásokat, sokan fogják ismerni a benne szereplő mesefigurákat. Én vagyok a kettendő, én vagyok a kettendő, kedvencem csak a gyömbérsző, kedvencem csak a gyömbérsző. Attól tart a kettendő, elfogyott a gyömbérsző, gyömbérsző. Új eset, elém eset, megittuk az összeset. Ha ha ha!
kényelmesen elő a popcornnal és a kollával. Az összeállításban néhány kapus tojást is becsempésztük. A helyes megfejtést SMS-ben küldjétek el, ha visszakaptátok a telefonotokat. Ez nem történhet meg, így jártatok. Jó szórakozást kívánok 7. stáb nevében. Nagy szeretettel és lelkesen készültünk, hogy megmutathassuk, mit is tudunk. Most, hogy mi már nem csinálhatunk farsangi műsort. Kedves nézőink, műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!